Azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ. Az aparhanti Szent Bertalan katolikus templom megtelt hívekkel, Nagybőjt 5. vasárnapján is, amikor ünnepi szentmise keretében iktatta be Felföldi László megyés püspök a február 1-től aparhanton és a környező településeken szolgálatot ellátó Barta Zsolt plébánost. A ceremóniának ősi hagyományai vannak, hangsúlyozta a pécsi egyházmegye főpásztora. Két nagyon fontos része van, az egyik a papi ígéreteknek a megújítása, azaz, hogy mindig, amikor újra kezdünk, akkor valahol az alapokat újítjuk meg, tehát hogyan indultam, mit gondoltam akkor, mit éreztem, és akkor ebben ez, hiszem, hogy az ő szívükben is újjászületik. A másik pedig, amelyik a közösség irányában szolgál, hogy szolgálni fogom a hit alapokon ezt a közösséget, és jelen leszek, hisz ez egy nagyon fontos, nagyon felelős feladat, sőt most még nehezebb, mint bármikor. Az ünnepi szentmisén a megyés püspök rávilágított, milyen fontos lenne, ha a rohanó hétköznapok után vasárnaponként megállnánk, és igazi ünnepként élnénk meg a munkaszüneti napot. A beiktató szentmisén részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, és azon települések polgármestere is, ahol szolgálatot teljesít a jövőben az új plébános, aki az áthelyezésének köszönhetően szülőfalujába került. Most másként vagyok itt, mint azelőtt. Az egyházmegye pappá szentelt, és azt a küldetést adta, hogy most elsősorban azért legyek itt, hogy a szentségeket kiszolgáljam, és egy közösséget, egy hívő közösséget szolgáljak, mint pap. Felföldi László megyés püspök azt kérte, hogy a helyiek támogassák a plébános munkáját, hiszen a katolikus közösség is egy család, amelynek rendíthetetlen szeretete és támogatása kétségtelenül nagy szerepet játszik Zsolt atya egyházi útjának alakításában.